Nekem szívügyem a cigányság, az, hogy tudjak velük beszélni, tudjak nekik egy-két jó szót mondani, elmondani nekik azt, hogy nem is tudom elmondani, akkor mutatni, hogy nem azért teremtett az Isten minket cigányoknak, hogy kiszúrjon velünk, hogy na most kiszúrok velük, cigányoknak teremtem őket. Nem. Hanem a cigányokkal az Istennek terve van. Tökéletes terve van velük. Nem hiába teremtett bennünket. Csak meg kell azt találnunk, meg kell azt keresnünk. Nem szabad megelégednünk azzal az élettel, amiben benne vannak ők is. Én se elégedtem meg azzal, hogy szegények voltunk. Nem elégedtem meg azzal, hogy közmunkás voltam. Hanem tudtam, hogy az Isten jobbot akar számunkra. És ezt is fel kellene fogni a cigányoknak, és amit elmondtam az utolsó dalban, hogy az együttélést azt meg kell tanulnunk, meg kell értenünk, hogy nem a rosszat kell egyből keresni a másikba. Nagyon sokan azt szokták csinálni, hogy egyből lenézik a másikat. Ez egy ilyen indulat, belső indulatból indul, hogy csúnyán néznek, és egyből nézd már, mit akar ez, hogy nézel ki, stb. Hanem meg kell tanulni a jót keresni nekik is a másikban. És attól teljesen másak lesznek ők is. Nekem ez egy szívügyem, hogy ezt így közvetíteni tudjam. Úgyhogy én nagyon jól éreztem magam, több ezer ember volt itt, úgyhogy remélem, hogy lesz még ilyen fesztivál, remélem, hogy nem ez az első és nem az utolsó, hanem azt kívánom, hogy legyen még sok ilyen.